Ezzel az aláírással és készfogással szentesítette Borkai Zsolt és Thomas Faustmann az épülő győri csarnok új nevét. Az Audi Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, a megállapodás értelmében a következő 10 évben az Audi lesz az aréna névadó szponzora. A sport nagyon fontos az emberek és az Audi Hungária számára. Minden reggel erre megyek munkába, és látom, mi történik itt. A város női kézilabda csapatai szenzációs, és emiatt is döntöttünk amellett, hogy a létesítmény az Audi Aréna nevet kapja. Az új 5500 férőhelyes csarnok lesz az Audi Eto női kézilabda csapatának otthona. De ez lesz a 2014-es női kézilabda Európa bajnokság, illetve a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál egyik helyszíne is. Az arénában a sportesemények mellett koncerteket, kiállításokat és konferenciákat rendeznek. Minden megrendezhető ebbe a multifunkcionális csarnokba, és hát öröm számomra, és szerintem minden győri számára, hogy végre épülhet egy ekkora csarnok, mert nagyon sokan már kérték és vágytak rá évek óta. Jelképesen a bokréta ünnepnek megfelelően színes szallagot kötnek egy facsemetére. Ez egy régi hagyomány az építők és építtetők ünnepe, amit akkor rendeznek meg, ha elkészül az épület tartó szerkezete. Az új csarnokban 5500 ilyen ülőhely lesz, és 8 büfé várja majd a szurkolókat. Az építkezés remekül halad. Kvázi 4 hónap van hátra. Mondhatom azt, hogy egy kicsit túl vagyunk a fél időnél már, de hát ugye a szerkezet kész, a eredetileg megálmodott ütemtervet tartja a kivitelező, napra pontosan mondhatom azt, hogy úgy épül a háza, hogy azt elterveztük, és október 30-ával átadásra kerül az épület. Görbic Anita most még munkavédelmi sisakban, de novemberben már remélhetőleg csapatkapitányként láthatjuk viszont ezen a helyen. Csodálatos, fantasztikus élmény volt belépni. Az ember nem is tudja most itt pár pillanat elképzelni, hogy milyen lesz. Azt tudja, hogy fantasztikus lesz, csodálatos lesz, de már most tényleg nagyon-nagyon jó érzés itt lenni. Az arénát 2014. novemberében adják át.